Jó reggelt kívánunk első két vendégünknek, Hajnal Miklós és Szanyi Tibor, Szanyi Tibor és Hajnal Miklós. Jó reggelt! Egyszerűleges sorrendben. Kezdjük először ezzel a durva elemzéssel, hát kezdjük, amit, ha már így bele amit az ellenzékről alkotott Szanyi Tibor? Pró és kontra, halljuk az érveket, mennyire helyén való ez, mit gondol? Stílusában, tartalmában? A csicskázás. Nem bánta meg azóta? Értem én. Hát jó, csak a nézőknek mondom. Kontextusba helyezzük a dolgot. Ja, helyezzük kontextusba, igen, jó reggelt kívánok. Tulajdonképpen én azt gondolom, utólag is megnéztem a különböző szótárakban ennek a csicska szónak az összes lehetséges jelentését, és úgy látom, hogy stimmel. Tehát sikerült egy pontos definíciót adnom arra a magatartásra, amit egyiket azok a népek, akiket Kunhalmi Ágnes felsorolt, rájuk jellemző. Én úgy csak három apró mozzanatot említenék, bár szerintem az ATV-nek összeadva nincs annyi műsorideje a választásokig, hogy ezt ki tudjuk elemezni, de az egyik az az, hogy ugye a csicskának a legköznapibb értelmezése az ilyen alávetett, ugráltatott szolga. Ez stimmel. Tulajdonképpen pont Kunhalmi kolléga volt az, aki annak idején azzal indokolta, hogy megszavazták a Fidesznek ezt a nagyon nagy országgyűlési képviselői fizetés emelést, hogy hát kell a pénz, hát ugye kell a pénz. Na de ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy tulajdonképpen kulcsfontosságú dolgokat folyamatosan megszavaznak ezért a pénzért ezek a bizonyos ellenzéki pártok. De momentum ez pont nem vonatkozik, ugye, mert ott ők nincsenek benne az országgyűlésben. Na de megszavazták példának okáért, ugye, ha nem is mind, de mondjuk a Jobbik megszavazta ezt a homofób törvényt, a többi meg csak visongott, vagy hűha, meg húha, de a Jobbikra egy rossz szót nem szóltak. De mit teltek egy... volna egyébként a parlamentben, mondja, hogy visongtak, de mit lehetett ma tenni? Hát például azt, ami Székely Sándor, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak a képviselője tett, egy nagyon szép, kemény, világos nemet nyomni. Hát azért kapja a fizetését egy országgyűlési képviselő, hogy kulcsfontosságú ügyekben szavazzon, meg hát kevésbé fontos ügyekben is szavazzon. Az, hogy ők elegánsan elszaladtak, hát azért ez, bocsánat, ez nem éppen politikai magatartás. Na de ennél sokkal rosszabb volt, hogy tavaly megszavazták az egészségügyi jogviszonyról szóló törvényt is, kórusban. Az orvosi béremelést is. Így van, majd utána kimennek tüntetni, hogy jaj, hát szegény ápolók, hát hogy ők hogy ráfáztak. Szóval ez egy erős képmutatás. Az lehet, nem, akkor... hogy az orvosi béremelést meg kellett szavazni, és egyébként majd kormányra kerülve az ápolók fizetését, meg a szakdolgozók fizetését. Jó, most én nem akarok senkit kioktatni, de közismertek azok a dolgok, hogy ilyenkor hogy szokás szavazni, semmiféleképpen nem igennel, tehát maradjunk annyiban, hogy nincs olyan kényszere a jelenlegi ellenzéknek, minek utána kétharmados kormányzati súly van, hogy ők valamiféle ilyen kooperativitást mutassanak. Na de ami a még érdekes, ez talán kevésbé van itt a napjainkban, ugye ez az egész Pegazus, meg mindenféle. Oké, hát nyilván, én nem tudom, szakértők azért nem olyan sarkosan fogalmaznak, mint egyes politikusok. Ezzel együtt kétségtelen 2016 júniusában ezek a pártok tokkal vonóval megszavazták a Fidesznek azt a felhatalmazását, ami alapján bárkit, bármikor, bármilyen lehallgathat. Hát most akkor ezek után, hogyha azt mondom, hogy ezek alsó hangon, egyébként az elmúlt 10 évben szerintem 30 milliárdot mindenképpen, de inkább 50 milliárd forintot vettek föl. Ez a gázsi, cserébe viszont mindent a Fidesznek megszavaznak. Hadd idézzek csak három kommentet a posztja alól. Egy. Nyílt, egyenes vagy Tibikém, csak így tovább. Nem akarsz Szili Katikával írni egy könyvet az Így lettünk gerinctelenek, avagy Hová lett a visszapillantó tükrünk címmel? És a harmadik, Szanyi egy sértődött ember, pártjának semmi esélye nincs a parlamentbe kerülése, némi közpénzt még így is leszakítanak. Igen, hát nagyon megosztó volt. Ezek nem vélemények, ez konkrétan ezek szintén a csicska hadseregnek a tagjai. Ezeket név szerint ismerem, ezek gyakorlatilag mindig egy-egy kommentemre rárontanak itt csapatost, és akkor ontják ugyanazt egyébként minden kommentemhez. Ugyanezeket írják, szóval mert nem olvas kommenteket, maradjunk ennyivel. Na, hallgassuk meg Hajnal Miklós, hisz azért bár ő közvetlenül nem érintett. Igen, a szövetségesen csicskáztam most le végvisszanyit. Igen. Közvetlen az egész ellenzéket kollektíven, ami azért nem éppen van kormányváltó szándékra, de hát nyilván a kritikából is tanulni kell, vagy meg kell hallgatni legalább a kritikát, még akkor is, hogyha az nem feltétlenül jó szándékú. Ez a csicskázás, én ezt először Orbán Viktortól hallottam, mondjuk ő nem a Facebookra írta ki, hanem a parlamentben mondta szerintem a Jobbiknak. Én azt gondolom, hogy ez önmagában visszatetsző, hogy
hogy így minősítünk egyik vagy másik pártot, vagy a kollektív ellenzéket, de az, amit most az előbb Szanyi Tibor kifejtett, hogy különböző ügyekben gyakorlatilag a Fidesz bűneit vagy hibáit az ellenzék nyakába varni, mert mondjuk az orvosi béremelést megszavazzák, és szerintem rögtön aznap elmondta mindenki, hogy nincsen rendben a másik része ennek a törvénynek, csak önmagában már az egy nagy előrelépés, hogy legalább orvosi béremelés van. Innentől kezdve szerintem az ellenzék minden tőle telhetőt megtett, és azóta is megtesz. És az, amikor kiállunk folyamatosan utána az egészségügyi szakdolgozók mellett, vagy az ápolók mellett, az nem egy ellentmondás egy korábbi parlamenti szavazással szerintem, hanem az pontosan arról szól, hogy fenntartunk egy olyan ígéretet, amit megtettünk annál a szavazásnál, vagy megtettek a parlamenti ellenzéki pártok annál a szavazásnál, és ez 2022-ben egy kormányváltást követően meg is fogjuk valósítani. Egy másik, bocsánat, ide egy ellenpéldát, vagy egy másik külön véleményt megfogalmazó pártnak a nyilatkozatát, ha ide itt észhetném, nem tudom, mit szólnak hozzá, hogy lehet ellenvéleményt kulturáltan, ironikusan is megfogalmazni, egy másik parlamenten kívüli párt, ugye a Kétfarkú Kutyapárt képviselőjén ott éppen a híradóban is látható volt a kormány plakátkampányával kapcsolatosan. Ugye egyre ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás, hogy a szívecskéket kiragasztotta a föld, de mindesetre a hölgy nagyon szépen megfogalmazta, hogy tulajdonképpen ugye az érintettségüket nem igazolva, de sejtetve, hogy hát ugye ez ők csak szeretett kampányban szeretnek ezzel részt venni, vagy támogatnának egy ilyen gondolatot. Tehát nem lehetne esetleg ez egy irány, hogy kicsit intellektuálisabb módon, finomabban fogalmazunk meg kritikákat és tiltakozunk, ha már nincsen közvetlen parlamenti szavazatunk, mondjuk, mint a Momentumnak, meg a Kétfarkú Kutyapártnak. Szóval tegyük világossá, szóval ez a kérdés, hogy kivel vagyunk szolidárisak. Én ezt egy hamis érvelésnek tartom. Nincs olyan kényszer, hogy az ellenzékre szükség lett volna, a Fidesz saját magától is meg tudta szavazni ezt az orvosi béremelés dolgot. Oké, emeljék fel az orvosoknak a bérét, de igazából kivel vagyok szolidáris? Én az ápolókkal vagyok szolidáris, akiknek egyébként sem a munkakörülménye, sem a fizetése egyáltalán nem tartozik ide. De most ezek olyan ócska szövegek, hogy majd, ha kormányra kerülök, akkor korrigálom azokat a hibákat, amiket a Fidesszel együtt csinálok. Hát azért állja meg a menet, én nem gondolom, hogy ez korrekt magatartás. De akkor mondok még szebbet. Itt van például a minimálbér esete, amire az én pártom, az Igen Szolidáris, egy komplett nyári programot húzott föl, megvolt az első fél ideje tulajdonképpen ennek a vidékjárásunknak, 150 kis település kerestünk fel, most jön a második, hogy 250 ezer nettó legyen a minimálbér. Ehhez képest az ellenzéki pártoknak az ajánlata a minimálbér tekintetében mind a Fidesz alatt van. Hát azért miféle ellenzék az, aki még például a minimálbér tekintetében se tud legalább az ígéret szintjén többet mondani, mint a Fidesz? Egyedül mi reális vagyunk? Hogy ne lenne reális? Kérdezem, lehet, hogy inkább reális. Például Lengyelország pontosan azon a szinten van. Miközben az önöké nem feltétlen azt mondják a ne munkadók, ezt. Hogy ezt nem tudjuk kigazdálkodni a magyar gazdaság. Ez a tipikus kapitalista duma, hogy jaktokkal meg mercikkel járok, utána mondom, hogy jaj, bocsánat, nem tudok neked bért fizetni. Hagyjuk ezt. Lengyelországban pont most emelték drasztikusan a minimálbért, pedig Lengyelország gazdasági értelme számos mutatója tekintve, még Magyarország alatt is van. És egyébként közel másfélszeresére emelték, csak úgy hopp, így a minimálbért, nincs is választási szituáció. Tehát, hogyha most én nem fogom ezt a műsoridőt eltölteni azzal, hogy megindokom, hogy miért igenis jár, és abszolút benne van a mai számokban a 250 ezer fontos nettó minimálbér, csak arra akartam utalni, hogy az ígéretek, hogy majd mi lesz, hogyha még a minimálbér az emberek megéletése tekintetében is ezek a pártok kevesebbet mondanak, mint maga a kormányzó párt, hát akkor onnantól kezdve én nem tudom, hogy mire gondoljak, hogy jaj, majd milyen jó lesz, amikor ezek kormányra. Azért én abban egészen biztos vagyok. Egyrészt nagyon furcsa ez a számon kérés, hiszen az ellenzéknek a közös programja az még jelenleg is íródik, és vélhetően csak az előválasztás után lesz végleges, de én abban egészen biztos vagyok, hogy a minimálbér az magasabb lesz a jelenlegi Fidesz által megszabott szintnél, és nem csak erre lesz kiterjedő programja az ellenzéknek, de egyébként beszélhetünk a családi pótlékról is, amit szintén meg kellene emelni, mert szerintem 12 éve nem változott, beszélhetünk ugyanígy a minimum nyugdíjról, ami ugyanígy gyakorlatilag évek óta alig növekszik, és ezekre a területekre mind lesz egy komplex javaslata az ellenzéknek, ebből már egy elég részletes csomag el is készült, és nem egy darab ígéretet dobunk be, hanem pont azért, hogy ez egy kormányzóképes reális ajánlat legyen, ezt egyben közösen fogjuk megismertetni a
az ellenzéki választókkal, és egyébként minden választóval szerintem október-november magasságában. Na, ez egy licit valójában, ez most egy licit a közös ellenzék, meg az Ez egy ellenzékkel szembeni licit, milyen licit? Nem, egyáltalán nem. 50 ezeres családi pótlékot ígérnek. Igen, mi is. Hozzáteszem, hogy mi ezt a számot egyébként már márciusban közé tettük, tehát gyakorlatilag nem... Nem 60. Nem mi licitálunk. Hát azért... És miért nem 40? Ezek nagyon jó kérdések. Kérem tiszteletet, szeretném elmondani, hogy a családi pótléknak ez az 50 ezres szintje, ez az átlagos közép-európai szint. Mondom még egyszer, átlagos közép-európai szint. Termelékenység, ezért nem 40, ezért... közép-európai szinten van? Igen. Magyarország termelékenysége körülbelül a közép-európai átlagnak megfelelő szám. Ez így van, hajszál pontosak. Azt kell megnézni, hogy mi a szándéke mögött az ígéretek mögött. Ilyeneket ne csináljunk, hogy egyfelől... És nem az a szándék, hogy ezt megvalósítsák, hiszen az iszomat alig mérik, hanem az a szándék, hogy esetleg néhány ellenzéki választót esetleg elhappoljanak a teljes ellenzéktől. Hát, ha ezzel kicsit erősebb lesz az iszom, de ez összességében a kormányváltás esélyét csökkenti. Semmi realitása, sem annak, hogy az iszom ezeket megvalósítsa, sem annak, hogy így légből kapott számokat bedobáljunk. Ezért tudnék vitatkozni, mert mi úgy látjuk, hogy az iszomra adott szavazat, az pontosan a legjobban érvényesülő szavazat, ugyanis amennyiben a mi pártunk bejut az országgyűlésbe, ezzel az 5%-os küszöb kell ez természetesen, de ezzel az 5%-kal azért igenis van olyan manőverező képességünk, hogy onnantól kezdve azokat a kulcsfontosságú dolgok, amelyeket egyébként nem ígérünk, hanem kitűzünk, ezeket meg tudjuk valósítani, úgy is mondhatnám, hogy még akár azzal az 5%-os ki tudjuk pofozni a többiekből. Tehát egyáltalán nem irreális, egyébként sok sikert kívánok mindenkinek, aki lenézi a mi pártunkat, ez jelenleg az egyetlen baloldali párt, aki úgy látható a palettán és parlamenti ambíciókkal rendelkezik, az összes többi liberális, konzervatív, náci, mit tudom, micsoda, úgyhogy most már hál' Istennek nem is nem emlegetik őket baloldaliként, és ez nekünk nagyon jó, mert legalább tisztán látjuk, hogy ki a baloldali. Na, ugorjunk, mert még rengeteg más témánk is van. Zokon venni, nem, politikus sajtól, de tényleg ugorjunk, mert még sok témánk. Nem, én 2009 óta mondom, hogy az MSZP nem baloldali, de most találtam ki. Elég fontos téma, vagy hát bejelentés, vagy következtetés jelent meg ugye tegnap a Híradóban is, több helyen is, ugye gyakorlatilag a kormány nem tudott megegyezni a norvég alappal, 77 milliárd, úgy néz ki, hogy ugrott a már ennél a szó kapcsolatnál, vagy ennél a szónál maradunk. Mit gondolunk, ez valóban véglegesen így van, vagy lesz még valamilyen módosítás ez ügyben, és hát nem túl nagy vonalú gesztus ez, vagy hát könnyedén mondtunk le erről a komoly pénzről. Hát sajnos ez a 77 milliárd, ez nem ugrott, hanem ez gyakorlatilag a kormány nem élt az a lehetőséggel, hogy ezt a támogatást felvegye, szétossza, és igen, részben civil szervezetek között is ellettek volna osztva ezek a támogatások. Én abszolút gyomorforgatónak tartom ezt a döntést, főleg annak tükrében, hogy gyakorlatilag ugyanezzel párhuzamosan, ugyanazon a napon kijelentik, hogy hát sajnos anyagi okokból nincsen elég pénz arra, hogy a velencei tó helyzetét megoldják, ahonnan 40 milliárd kellene. És amikor egy ennél kisebb összegre azt mondják, hogy sajnos nincsen erre pénz, és egy ennél nagyobb összeget nem hívnak le, az nagyon árulkodó arról, hogy itt valójában a hátsó politikai szándék az egyáltalán nem az, hogy az országot fejlesszék, a hátsó politikai szándék az az, hogy legyen kivel háborúzni, fel lehessen tartani az ellenségképeket, és természetesen az is egy szándék, hogy minden pénzt ők oszthassanak szét azoknak a köröknek, akik ezzel a legjobban járnak. Én inkább azzal foglalkoznék, ami Orbán, nem is Orbán Viktornak, bocsánat, valamelyik miniszternek volt a megjelentán Gulyás Gergely, lehet, hogy gyakorlatilag 77 milliárd forinttal tartozik Norvégia Magyarországnak, mondván, hogy a belső piac, az európai belső piachoz való hozzáférés. Hát szóval miniszteri szinten azért nem kéne ilyen hülyeségeket beszélni. Ez persze sokakat valószínűleg meg lehet téveszteni, de konkrétan Norvégia effektív tagdíjat fizet az Európai Uniónak, ami az európai költségvetés részévé válik. Ezen felül pedig számos norvég termékre, például a lazacra, a füstölt lazacra az Európai Unió nagyon komoly vámokat vet ki, persze cserébe az európai sajtokra, meg Norvégia, de ez most részletkérdés. Lényeg az, hogy Norvégia intézményesen fizet azért,
hogy az európai belső piac a közös piacnak egyenrangú részese lehessen, vagy hát majdnem egyenrangú részese lehessen. Ezen felül még rákövetelni, azért finoman szólva is nem éppen miniszter. Ez nem követelés, ez egy megegyezés része, tehát ez egyfajta kötelezettség, akárhogy is nézzük valóban Norvégia részéről, az más kérdés, hogy ilyen formai dolgokban nem vagyunk képesek és megegyezni velük. Magyarország azt mondja, hogy jogorvoslat ért szeretne, csak nem tudjuk, hogy hova fordulni, mert hogy valójában ugye Norvégia nem tagja az uniónak, tehát uniós bírósághoz nem lehet menni, és ez ezt teljesen precedens nélküli dolog. Ezt úgy hívják, hogy blöff. Szóval a norvég alapnak egyébként teljesen más a lényege. A norvég alapnak az a lényege, hogy ott az őrült nagy olajbevételeket, amik most már évtizedek óta vannak, ezeket nem költik el saját magukra, ezt tartalékolják, viszont cserébe ebből rengeteg különböző segélyakciót bonyolítanak kifele. Ez egy nagyon tisztességes dolog. Tisztességes embereket legazemberezni, ez csak a Fidesznek a stílusa. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.